Ezt a kupát nyerték tavaly a nyíregyháziak, és ha minden a terveik szerint alakul, napra pontosan egy évvel később már az új serleget emelheti magasba a csapatkapitánya. 3 nap, 6 csapat, 11 mérkőzés. Ez a mottója a második Fátum Property kupának, amely az országban egyedülálló módon pénzdíjas, összesen 1,5 millió forintot osztanak szét a résztvevő együttesek között. A házigazdán kívül a DVTK, az MTK, az Újpest, a Balatonfüred és a szlovák VK Brusnó lép majd pályára Continental Arénában. Nem volt könnyű, szerettük volna, hogy a 4 fős mezőny egy kicsit bővüljön és nemzetközivé váljon az esemény. Végül is sikerült, de szinte az összes magyar csapattal felvettük a kapcsolatot, köztük a riválisaink is meg lettek hívva. Így jött össze ez a mezőny, ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy erős mezőny. A szlovák Brusnó csapatába kiegészülve most már nemzetközi is, de azt gondolom, hogy le a kalappal a szervezők előtt, hiszen ebbe a Covid helyzetbe azért még mindenki egy kicsit óckodik az utazásoktól, a tornáktól, a közösségtől, de én azt gondolom, hogy minden szabályt és minden olyan intézkedésbe tartva egy jó és nagyon színvonalas tornát tudunk megrendezni most ezen a 3 napon. A nyíregyházi csapat már 2 hónapja készül, és mint Németh Szabolcs vezetőedző elmondta, a játékosok nagyon várják, hogy meccseken is tesztelhessék formájukat. Nagyon-nagyon felfokozott hangulatban van a csapat, mert tényleg 8 hét mögöttünk van, ez már a 9. hét ugye a felkészülésnek, és már éreztem a lányokon azt, hogy nagyon odaadóan dolgoznak, de hiányzik az az adrenalin, ugye, amit a mérkőzések hoznak. Ezek hiányoztak, de már most, amikor lementem és ugye elindítottam az edzést, akkor is már láttam rajtuk ugye azokon a tekinteteken, hogy ők is már nagyon várják, ugyanúgy mi is szakmai stáb, mert nekünk is azért ez egy nagy versenysorozat lesz a hétvégén. Több mérkőzéssel, 4 mérkőzéssel, ebben nekünk is ugye el kell indulni. Ugye, ami a lányoknak felkészülés, az ugyanúgy nekünk is felkészülés, vissza kell rázódni abba a kerékvágásba, amit múlt évben, áprilisban abba hagytunk. Szóval mi is nagyon-nagyon izgatottan várjuk. A csapat formája az fokozatosan javul. Én úgy gondolom, hogy ha így tudunk tovább haladni, akkor az októberi rajtra összeáll az a csapat, akik itt alkotják a csapat, akik a gárdát alkotják, az a 14 fő olyan egységet fog tudni alkotni, hogy ne legyen kérdés az, hogy miért szállunk harcba ebbe a szezonban. A torna pénteken 10 órakor a Fátum Nyíregyháza DVTK mérkőzéssel kezdődik. A nyíregyháziak még aznap 18 órakor az Újpest ellen lépnek pályára. Másnap délután következik a keresztjáték, majd vasárnap játsszák a helyosztókat. A döntő 16 órakor kezdődik a Continental Arénában, ahová védettségi igazolvány felmutatásával léphetnek be a szurkolók.